Ma lustálkodós, semmittevős napot tartunk. Reggeli után mindenki elvonult és intézte a maga kis dolgait. Aztán most ebéd előtt elmegyünk egy picit sétálni itt a környéken, és ebéd után pedig újra a lustaságé, a lustulásé lesz a főszerep, csak ezúttal a medence szélén. Matika úgy döntött, hogy nem tart most velünk erre a sétára, úgyhogy csak Erikkel és Miával indulok most útnak. Fogalmunk sincs, merre megyünk. Egyszerűen csak amerre a lábunk visz. Itt van egy dinópark, minigolfal egybekötve, de úgy látom, hogy ez most zárva van. Itt ebben az apartman komplexumban, amit ha jól emlékszek, úgy hívnak, hogy Monte Feliz, vannak apartmanok hosszú távra is kiadóak, nem csak ilyen egy-két hétre nyaralás céljából. Ez itt van egyébként a mi resortunk közvetlen szomszédságában. If only I could finish something, run straight through to the end, close a chapter dignified, dang girl you did it again, but will it ever be enough, when I'm bent on trying to keep it tough. Az apartmanok között lesétáltunk az ezen a részen is jellemzően nagy kavicsos partra, és ha már itt voltunk, a kötelező kagylógyűjtés sem maradhatott el. Majd lecsüccsentünk Erikkel egy jó pofa sziklára, hogy megcsináljuk a valaha volt legjobb fotót kettőnkről, de ezt elmosta az óceán, ugyanis kaptunk egy nagy adagot belőle a nyakunkba. Jó buli volt, kár, hogy lemaradt a videóról. Ezután sietve visszaindultunk a hotelhez, nehogy lemaradjunk az ebédről, ami ezúttal legalább egyikünknek nyomokban tartalmazott némi spanyol fogást is. Na mit vettél már megint itt a bazárba, csillagom? Újabb karkötő? A 100 mellé? Jó becsomagolták. Nem mondtad nekik, hogy felesleges, mert úgyis már is fölveszed. Mutasd! Apával újabb sétára indulunk, kettesként, a babák mennek medencézni, mi pedig újra óceánpartozunk. Ez a rész itt már számotokra is ismerős lehet a Gran Canarias sorozatunk első részéből, de számunkra megunhatatlan ezen a hotelünk mögötti sétányon sétálni. Bízom benne, hogy ti is szívesen velünk tartotok ezeken a virtuális sétákon. Ma este nem a jól megszokott étteremben fogunk vacsorázni, hanem egy másikban, úgy hívják, hogy taverna. Igazából ez is itt található a hotel területén, egészen pontosan a medencékkel szemben, és minden all-inclusive vendég számára egy héten egyszer ebben az étteremben is ingyenes vacsorát biztosítanak. Ebben a családi stílusban kialakított étteremben a helyi alapanyagokból készült fogások segítségével megízlelhetjük a hagyományos kanári ételeket. A háromfogásos fejedelmi lakoma első fogásaként hideg és meleg tapaszt kaptunk. A hideg tapaszt apró ropogós kenyérrudacskákból és háromféle mohószószból, illetve olívabogyóból állt, míg a meleg tapaszt pedig isteni fokhagymás olívaolajban sült garnélából, pálmamézzel tálalt sült sajból, sült zöld paprikából, gombakrokettekből és kanári burgonyából állt. A spanyol klasszikus borpuncs, azaz a sangria sem hiányozhatott az asztalról, de szigorúan csak mi felnőttek kortyoltunk belőle. Főételként én grillezett tengeri sügérfilét választottam, Erik pedig grillezett marhaszeletet, amelyhez a köret, burgonya pite és szezonális grillezett zöldség volt mindkettőnknek. Desszert nélkül nem engedtek távozni minket innen. Fantasztikus krémbrülét szervíroztak eper és mangópürével.
Miután már úgy tele voltunk, mint a déli busz, jól esett pici sétát tenni a parton vissza az apartmanunkig. Így az esti alkonyatkor egy újabb arcát mutatta meg az óceán. A fotózkodás, videózás mellett a kötelező kavicsdobálás sem maradhatott el, ami elég komikusra sikeredett ezúttal is. Pont úgy! Tehetségesek, mint az anyjuk. Hát ezt már megbeszéltük, hogy a kislabdahajító technikát azt nem tőlem örökölték. Gyerünk, Conchita, még egyszer! Conchita, tudsz mambózni? Vigyázz, elkap a hullám! Na, Conchita, technika! Mondanám, hogy figyelj a könyökre, de itt meg többre is jönnek el figyelni. Nem csak a könyökkel van a probléma. Most valószínűleg nem fogunk a teraszon reggelizni, mert éppen nyírják a fát, vagy metszik a pálmafát. És pontosan oda hullik a teraszra, ahol reggelizni szoktunk. Sajnos elérkeztünk az utolsó itt töltött egész napunkhoz. Holnap délelőtt jön értünk a transferbusz, és visz minket a repülőtérre, és utazunk sajnos haza. Nem vágyunk, nagyon szívesen maradnánk még, de hát most ez csak egy hét volt, de szerintem nagyon hamar vissza is térünk majd ide. De addig még ma kiélvezzük az utolsó napunkat, és tegnapi lustálkodás után ma egy aktív napot tervezünk. Bemegyünk a fővárosba, Las Palmas de Gran Canaria-ra, és ott megnézzük az óvárost. Azon belül elmegyünk majd egy nagyon híres személynek a házához, amit egyébként most múzeummá alakították már, és ilyen utazástörténeti témával foglalkozik a múzeum. Aztán elmegyünk a híres Las Canteras strandra. Ez arról híres, hogy ez Európában az egyedüli olyan városi strand, ahol ugye az egyik oldalon az óceán és beach, a másik oldalon pedig magas lakóházak, társasházak, üzletek, illetve butikok sora. Majd aztán pedig átmegyünk Arukházba, ez a fővárostól körülbelül 10 kilométerre található kisváros, és nagyon sok nevezetes pontja van, de a két leghíresebb közte a rumgyár, nem ezt fogjuk meglátogatni, és a másik pedig egy banánültetvény, ahol egy igazi spanyol hacienda is vár majd minket, valamint egy vezetett túra az ültetvényen, ahol megismerkedhetünk a banántermesztés folyamatával, és egyébként kóstolhatunk is majd a banánból készült finomságokból. Tartsatok velünk ma is! Buszra várunk ismételten. Bár Matika már azt mondta, hogy többet nem buszozik az itt létünk alatt. Kicsit hosszadalmas, de egyébként most arra már lassan megszokjuk ezt a hektikus indulás és érkezés. Na meg a buszsofőrök vezetési stílusát, ami egyébként olyan, mintha valami versenypályán lennénk, mindegyik buszsofőr úgy hajt, mint valami autóversenyző. Jön a buszunk, és ez most időben jött. Hogy lehet az? Gran Canaria fővárosa az 1400-as évek végén alapított, ma már közel 380 ezer fő állandó lakossal rendelkező Las Palmas, egyben a sziget legnagyobb települése is. Bővelkedik csodás műemlékekben, látnivalókban, amelyek közül most, a 2007-ben az UNESCO világörökség részeként nyilvántartott óváros főterén, a Plaza Santa Ana-n álló Casa de Colón, azaz Columbus házához igyekszünk. Sétánk során elhaladunk a város leghíresebb épülete, az 1497-ben létrehozott Szent Anna katedrális mellett is, amely a Kanári-szigetek püspökének székhelye. Mögötte áll a méltán híres, gyönyörű koloniál stílusú Casa de Colón, amely ma a Columbus Múzeumnak ad helyet. És rögtön egy eredeti érdekesség, ebből az épület előtt álló kútból gyűjtötték a vizet a nők régen.
A 15. században épült Casa de Colón az első kormányzó rezidenciájaként szolgált, de híressé mégis a nagy felfedező Kolumbusz Kristóf által vált, aki az első új világba vezető útja előtt itt szállt meg. A múzeum a történelmi tárgyak lenyűgöző gyűjteményen keresztül betekintést nyújt a sziget múltjába, valamint bemutatja az új világ felfedezését és Kolumbusz expedícióit. Kolumbusz három hajóból álló flottája a Palos kikötőjéből indult és 6 nap alatt ért Las Palmasba. A Pinta nevezetű hajó azonban komolyan megsérült és 4 hétig tartott, amíg megjavították. Ez idő alatt Kolumbusz Kristóf, Gran Canaria akkori híres kormányzója Pedro de Vega vendégszeretetét élvezte itt a Casa de Colomban, amely későbbi felfedező útjai során is szálláshelyéül szolgált. Az épületben a múzeumon kívül található még egy könyvtár és egy speciális tanulmányi központ is, szemináriumok, konferenciák, valamint kiállítások lebonyolításához. Az épület jelenlegi formája több ház egybeépítésével alakult ki, amelyiknek felújítási munkálatait 1950-ben kezdték, de igyekeztek megőrizni annak 16. századbeli egyedi építészeti stílusát. Az épület érdekessége, hogy valamennyi ajtaja és ablaka különbözik egymástól. Láthatunk ablakköré épített faerkét vagy gótikus kőkeretet, de ugyanakkor némelyiken kovácsolt vasrácsot vagy faragott díszeket is. A Kolumbusz házban tett történelmi utazás után Las Palmas Triana nevezetű városnegyede felé vettük az irányt, mert maradt még egy kis időnk a következő program a banánültetvény látogatás előtt. Ez a városrész közvetlenül az előbb látott óváros folytatása, és 1 kilométer hosszan halad rajta keresztül a Calle Triana nevezetű sétáló utca, ahol számtalan üzlet, kávézó és étterem várja az arra járó helyieket és turistákat. Betértünk egy Bubble Tea-re, és komótosan végig sétáltunk az utcán a felénk tornyosuló gyönyörű épületek között. Majd a taxiállomás felé vettük az irányt, hogy átutazzunk a főváros mellett található településre, Arucasba, a banánültetvényre, és közben elhaladtunk a San Telmo Park mellett is, amely a középkorban a város határaként szolgált. Egy 10 perces taxiúttal meg is érkeztünk Arucasba, a Hacienda de la Compensa banánültetvényre, hogy megismerhessük a banántermesztés csínyát-bínyát egy kóstolóval egybekötött vezetett túra során. Már a birtok előkertjébe belépve elállt a lélegzetünk attól a látványtól, ami fogadott bennünket. Hagylak benneteket is gyönyörködni kicsit!
vártunk a túrán kezdetére, ittunk egy hidegüdítőt és csodáltuk a panorámát, majd betértünk a spanyol Haciendában kialakított kis üzletbe, ahol az ültetvényen termelt banánból készült különleges finomságokat és kozmetikumokat árulják. Van itt minden, amit csak el tudunk képzelni, a lekvároktól kezdve, likőrökön, kávén, teán keresztül, a natúr szappanig, minden. Innen nem tud senki üres kézzel távozni. Majd megérkezett Ismail, a vicces rátermett túravezetőnk, aki az elkövetkező 30-40 percben érdekes információkat osztott meg velünk a banántermesztés mikéntjéről. Hogy ne legyen két óra hosszúságú ez a videó, ezért csak egy-két érdekességet emelek ki azok közül, amelyeket Ismailtól hallottunk. Can you try to guess which country is nowadays the first one in producing bananas? You have any guess? I have nothing in mind. Portugal? No. Nice guess. The first one nowadays is India. Okay, India is the first one, and then Brazil is the second. Okay, India and Brazil. But here, the first people that bring the first banana plant was the English people. Okay, an English duke named Cavendish. Remember that name, Cavendish. He had plants in his house in England, in a greenhouse covered by the plastic. But he came to the Canaries. He saw perfect climate, perfect terrain, perfect people working here. So he wanted to bring his plants to the Canaries. Ezután a rövid, de velős bevezető után elindultunk, hogy bejárjuk az ültetvényt, és a lehető legtöbbet tudjunk meg erről az édes finomságról. So, first of all, I wanted you to see this thing right here. This is how every banana bunch starts. This is the first stage of a banana bunch. We like to call this the placenta. You know the placenta, like in a baby? This is the same because this is hiding baby bananas inside. Also is an hermaphrodite plant. You know what hermaphrodite is? Men, women, both. So here we don't need pollinization in the flowers. We don't need nothing like that. This plant grows by herself. And we will need always two people for cutting one bunch. Okay, I always said that we need the clever guy and the strong man. Okay, the clever guy that you know what he's doing. Just like pop in the top with the knife. That's his job. The not so lucky, the strong man will go down, will receive in the shoulder, pump all the weight, all the bunch, and will walk all the way to the truck. Can you guess how many kilos is a banana bunch when it is ready? You have 15. Any? Sorry? 15. Exactly, you have been here before. Yeah, 50, 60 kilograms is the average of a banana bunch. Another important thing about the banana plants is that they need a lot of water. Every family, every small spot will need 20 liters of water every day. Every day per every plant, we have here 8,000 plants. But I know that you know here in the Canaries we don't have much rain. So in that moment, when we have a really, really dry climate, we will have to go to the ocean and we have to get all the water from the sea. But you know the salty water will kill the banana plant. So we will have to remove the salt of this water. That is a really expensive process, but then it's okay for our poor plants to drink. So the water will go from these black cables that goes all around of our plantation to the bottom of the plant. You know now all the information. You can start, you know, banana plantation now. Okay, you can try. Okay, now we are going to let the Cavendish Canarian banana plant here, and we will move forward and we will see some exotic bananas from different countries. Let's go.
can see these ones right here. This is our red bananas. Okay, these ones, they come from Ecuador. Okay, these bananas come from Ecuador. It's a gourmet banana. This is like 10, 15 euros per kilo in the supermarket. Okay, this is used for any high quality restaurants, for desserts, cakes, and all that stuff. And this have like a strawberry flavor, like a raspberry flavor. This is really, really, have anybody tried these bananas? No? No. Okay, you will see up here, these really big tall plants. This is called the apple banana. Okay, apple banana obviously is tasting like an apple, like a green apple. You know that acid flavor when you first bite a green apple? This is the same. These ones are amazing. These ones come from Cuba. These ones were the first bananas in the world. One of the first bananas in the world. At the start, these bananas had seeds inside. Okay, like small banana plant seeds inside. So this was the first banana plant in the nature. This is a South American banana. These ones come from Venezuela. This one's right here, if you eat it like a regular banana, has no flavor at all. It's like eating a raw potato, just the same, no flavor. These ones get the flavor when you cook it. It's a cooking banana, just for cooking, just for frying, okay? Miután minden létező infót megtudtunk a banánokról, elérkezett a nap fénypontja, a banánból készült termékek kóstolása. Ismail egy külön terembe vezette a csapatot, ahol már vártak minket a finomságok. Here in the toast you have three kind of marmalades, okay, like jam. The first one is the green one. This is made of bananas and aloe vera. And this is the red one. This is my personal favorite. This is made of banana and cactus fruit. This that is only banana marmalade, just banana in it. No, nothing else. Just banana. This is the sweetest of the three. This is the people's favorite because of that. Then we will have in that table three alcoholic drinks. First of all, you will have a banana white wine made of 3 kilos of banana per bottle. Only bananas. Then you will have this, that is our banana liqueur. Okay, you know the Italian limoncello? Mm-hmm. This is our banana cello. Okay, here. Mm-hmm. This is banana and passion fruit champagne, like sparkling wine. This is amazing. This is only 5.5 of alcohol. In these bowls, this is the only thing that is not about bananas. Okay, this is the two typical Canarian sauces, the mojo. This is the spicy one, the red one, the green one is not spicy at all. És természetesen megkóstolhattuk az ültetvényen termett Cavendish banánt is, amit aznap reggel frissen szedtek nekünk. Thank you very much, guys. I'm going to be in the shop for more further information. Okay? Thank you. Vehetsz nekem is ki egy banánt. Apa, megeszünk ketten egyet, vagy külön akarsz? Oké, mini banán. Emlékeztek? A videó elején mutattam, hogy ezeket a mohó szószokat a taverna étteremben előző este már volt szerencsénk megkóstolni, és már akkor is nagyon ízlett. Ez volt a banán dzsem? Én is veszek egyet. Ez a kaktuszos banán lekvár lett végül a mi kedvencünk is. Vettünk is belőle az ültetvény butikjában. Ez mi volt? A pesülszerű? Veszek én is egyet. És érzedik rajta a banán ízét. Ez lesz a banán likör. Ezt is megkóstoljuk. Ez is nagyon finom, de nagyon édes amúgy. Mit mondott, hogy hány kiló banánból? 3 kiló banánból készül egy. Nagyon, nagyon erős. És akkor ez pedig a banán bor. Hát ez olyas, mint a fehér bor. Ezen nem érzek banán ízt. Melyik üzlet neked a legjobban, apa? A pesgő. Ez volt a banánból. Az nekem sem ízlett amúgy annyira. Na milyen a mini banán? Milyen íze van? Nagyon finom. Nem olyan, mint Svédországban. Tessék, cseréljünk. Az ugye ilyen lesene. Mert ezzel látszik is, még sokkal zöldebb is, mint mondjuk az enyém, amit én választottam. Amit én vettem ki, az nagyon... Enyém is nagyon édes.
Amúgy ez is jó, ez a félig érett. Csak ezután van egy ilyen pici utóész, hogy húzza a szánkat, nem? De azért én megeszem. Akkor mégis jó. A kóstoló után ismét taxiba szálltunk, és visszautaztunk Las Palmasba, hogy megnézzük a híres Playa de Las Canteras strandot. A 3 kilométer hosszú Las Canteras a világ egyik legnagyobb városi strandja címet birtokolja. A strand egyes szakaszai külön nevet kaptak, és mindegyiknek megvan a maga sajátossága. Az épp most látható rész a Las Isar óriás hullámaival és az erős széllel a szörfösök mekkája. A stranddal párhuzamosan az óceánban fut egy homokzátony, a La Barra, amely természetes hullámtörőként nyújt biztonságot, nyugodt vizet a fürdőzéshez. A parttal párhuzamosan fut a Las Canteras sétány, amelynek másik oldalán már magas lakóépületek, üzletek, bárok, éttermek magasodnak, és teszik a strandot egyedi, varázslatos hangulatúvá. Mivel elég későn értünk ide egy nagyon mozgalmas napzáró programjaként, sajnos már nem maradt energiánk végig sétálni a 3 kilométeres parton, de ezt is felvettük a legközelebb megnézendők listájára. Ezzel a Gran Canaria-i nyaralásunk végére értünk, amelynek imádtuk minden egyes pillanatát. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és reméljük, hogy kellemes, tartalmas kikapcsolódást nyújtottunk számotokra is a vlogokkal. Találkozunk legközelebb, amikor már újból Svédországból jelentkezünk. Sziasztok!